A Fátum Nyíregyháza nagyszerűen szerepelt az előző szezonban, a kupa győzelemnek és a bajnoki ezüstérennek azonban nem csak pozitív hozadéka volt. Ahogyan az a profi világban megszokott, a légiósok igyekeztek pénzre váltani megnövekedett értéküket, így valamennyien távoztak Nyíregyházáról. Ezért gyakorlatilag új keretet kellett összerakni a klub vezetésének, amelynek már tagja a korábbi válogatott röplabdázó Veres Péter is. A csapatmenedzser szerint elég nagy a merítési lehetőség a kontinensen és a tengeren túlon is. Az utóbbi években azért Európában mindenhol elég komoly játékos állománya rendelkeznek, de ha tovább nézünk az amerikai részletbe, azért ott is bőven van elég játékos állomány, úgyhogy elég jó volt a helyzetünk, hogy keresünk játékosokat. Persze az volt a legnagyobb fő probléma, hogy ugyebár menedzsereken keresztül vannak ezek a játékosok, és először fel kellett venni a menedzserekre a kapcsolatot, illetve amit átküldtek, videókat, elemeznünk kellett, és közösen döntöttük el, hogy kik legyenek. Veres Péter szerint a magyar bajnokság és azon belül a Fátum Nyíregyháza vonzó a külföldi játékosok számára. A kupagyőzteshez és bajnoki ezüstérmeshez pedig hazai válogatott, aki szívesen kötelezik el magukat. Köszönhető itt a magyar válogatottnak, a lányoknak, hogy elég jó nevünk van most már egy európai színvonalon is. Biztos, hogy most már sokkal kecsegtetőbb egy játékos szempontjából, hogy azért egy magyar bajnokságban eljön játszani, nem utolsó sorban egy kupagyőztes, illetve egy bajnoki ezüstérmeshez. Mai nappal igazából a keret majdnem, hogy teljes, egy 12. embert keresünk, ami nem azt jelenti, hogy a 12-et keressük, hanem egy négyes ütő és fordó átló pozícióban bevethető, meglátjuk, hogy magyar vagy külföldi. A tavalyi bajnokságban szereplő játékosok közül Tóth Fruzsina, Tóth Dalma, Lászlóp Alexandra, Varga Eliza, Szabó Lili és Genesis Francesco a továbbiakban is Hollósi László irányításával készül majd. Mellettük a Jászberényből érkező Pintér Andrea, az ukrán Olena Limareva Flink, a portorikói Victoria Pilaz, a szlovák Barbara Kosekova és az amerikai Molly Lohman alkotja a keretet. A csapat hétfőn kezdi el a felkészülést.